Felfüggesztik adminisztratív tevékenységüket a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának vezetői és oktatói. Döntésüket akkor vonják vissza, amikor a magyar nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító, megnyugtató döntés születik. Zárt ajtók mögött döntötte el április 18-án a Mogyás Szenátusa, hogy a nagymúltú egyetem bekebelezi a Város Műszaki Egyetemét a Petrumájort. A magyar oktatók és diákok már akkor tiltakoztak az ellen, hogy az egyetem vezetősége a fejük fölött és a megkérdezésük nélkül hozott döntést. Tiltakozásuk dacára a tanügyminisztérium az egyetem szenátusának az autonómiájára hivatkozva elfogadta a döntést, az intézet pedig a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Műszaki Egyetem nevet vette fel. A magyar tagozat képviselői attól tartanak, hogy ezek után még jobban csökken a magyar oktatás súlya az intézetben, amelyet eddig is háttérbe szorított a román többségű vezetés, amely következetesen megtagadta, hogy a hatályos tanügyi törvény előírásait alkalmazva külön magyar tannyelvű kart létesítsen. Fontos határozat az, hogy ö, nyomásgyakorló eszközként, ö, testületileg a teljes választott és kinevezett vezetőség felfüggesztette a tevékenységét, nem mondtunk le. Ö, Meghatározatlan ideig, vagyis pontosan addig, amíg a helyzetünk orvoslódik. A magyar oktatók tárgyalásra szólították fel az egyetem vezetőségét, és vitatják Leonardo Azánfirei rektor kijelentését, hogy ezzel az egyesüléssel nem csorbul az intézmény multikulturalitása. Szerintük nem kirakat multikulturalitásra van szükség, hanem a tanügyi törvény előírásainak a maradéktalan alkalmazására.